Káosz Podcast bútorait a Beliani biztosította. Használd a Marci10 kuponkódot 10% kedvezményért a beliani.hu oldalon. Köszönjük a támogatást a Dodónak! A műsort a Burn és a Lee Juice & More támogatta. Dob utca 3. Felvétel, helyszín, 4K Raiders. A ruháimat a MyBrand tervezte és gyártotta, akik élen járnak a merchandise-ban. Szevasztok, képzeljétek el, hogy a mai Káosz Podcast részt újra kellett vágnunk, és az egyik szereplő a felvétel napján egy fogászati kezelésen volt, én elküldtem neki a teljes részt, bár nagyon jó lett a rész, és nagyon jó hangulatú, ő azt mondta, hogy nem érzi magát komfortosan, mert nem nézett ki jól benne, én ezt természetesen tiszteletbe tartom, mert nem akarom azt, hogy egyik vendégem se érezze kellemetlenül vagy rosszul magát, úgyhogy emiatt egy kicsit furaság lesz, mert nem használtunk annyi kameraképet, illetve csak két szereplős lesz a mai podcast epizód, nem pedig három, ahogy szokott ez lenni, de reméljük, hogy ettől még élvezitek, nézzétek, csok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok, elindult, vagyis hát folytatódik a Káosz Podcastnek a második évada, és mint láthatjátok, rengeteg újítás van, és lett új szőnyegünk, és lett új neonunk is, amit ezúton is nagyon-nagyon köszönünk, pontosan a Blue Bee Rags-nak, aki csinálta a szőnyeget, illetve a neonfeliratok.hu-nak, úgyhogy innen is nagy pacsi nektek, srácok, leraktam az elérhetőségeket a leírásba, úgyhogy nyugodtan, hogyha kell egy merő neon, vagy egy egyedi szőnyeg, akkor keressétek bátran a fiúkat és a lányokat. Nagyon fontos, hogy mindig kiváló partnerünk a Lee Juice & More, úgyhogy ha a Dob utca 3-nál jártok, akkor lessetek be, rengeteg egészséges ital, étel, smoothie, snackbox, minden megtalálható, illetve hát a Burn Energy-t ne felejtsük el. Pontosan azért, mert hogy ma egy olyan adást hoztam össze, ahonnan mindenki egyébként Burn Energy szponzorált, de erre mindjárt kitérünk. És utolsó info, megjelent a Chaos Merch, rajtam az egyik póló, úgyhogy keressétek, ide leraktam a honlapnak a nevét, ahol tudjátok nézegetni a merch-öket, és nyugodtan vásároljatok. No de, a hosszú bevezető után, mert mindig szeretem elnyújtani a bevezetőket. A stúdióba Pumpet Gabó, Kovács Kristóf, és megbeszéltük, hogy ne legyen bevonulás, hanem üljetek itt, mert családibb a hangulat. Hogy vagytok, srácok, fiúk, lányok, gabókám? Jó, még valamit nem akarsz eladni nekünk, tesó? Ilyen ez a pop szakma, tudod. Ennyi szponzor, ennyi minden. Hát nem nektek akarom eladni, hanem a nézőknek. De te is vehetsz belőle a bőrből. Már is adtál nekem, tesó, már. Igen, de én is ezt mondtam egyszer a Marcinak az egyik adásban, hogy ennyi dolgot elmondani, az meg olyan, mintha már megnézné egy adást, mire végigmész ezen a sok dolgon. Gondolj bele, nekem milyen összeszedni ezeket az infokat. Ma jelentették be, amikor forgatjuk egyébként ezt az adást, ma jelentették be Gabókám, hogy lesz Balaton Sound jövőre, mi a dátum, esemény Facebookon. Igen, július 3-tól 6-áig. Te szívbevésted, meg ezt vésted be az agyadba. És az volt az első, amit megláttam, tesó, hogy fölkeltem, hogy ez van, és nagyon megörültem neki. Ennél szebben nem is tud reggel indulni, nem? Így van, minden reggel így kéne, hogy induljon. És megcsináljuk majd az eseményét a Félmeztelen Tesco-ba menni, és Pumpet Gabóval is, Balatonszán második napján. Azt is megtaláljátok itt a linket, úgyhogy kattintsatok rá, és ott találkozunk. Gabókám, az idei az jól sikerült? Ott rengetegen voltak, ott forgatott a fókusz, ott mindenféle tartalmak kijöttek. Sokan hogy keresték a parti sztárjait a helyneken. Sokan például a parti sztárjait keresték egész nyáron. Nem volt jó nekem az idei. Nem volt jó nekem a az sound idei. Vagy a teszkózás? A teszkózás az igazából jó volt, csak vérszívókkal voltam az a baj, körülvéve egyfajtában, úgyhogy leszívták az energiámat. Remélem nézitek, mert jövőre nem titeket viszlek el, jövőre a fotósomban megyek és gágyikkal. De mi az Gabóval az első? De várjál, ők fiúk voltak most bajnok, vagy kik? Igen, barátaim. Olyan de nem olyan barátaim? Már nem annyira barátaim. Aha, tehát akkor összebajszatok a soundon. Nem a soundon, de a soundon vettem észre, hogy nem mehetsz olyan emberekkel, akik húzgálnak egyfolytában, meg Gabókán, minden vágod. Kell lógnod. Amúgy, ja. Ja, amúgy, amikor veletek találkoztam, mindig megörültem nektek nagyon. De első nap mi együtt bulisztunk, ugye ott a rádió ez megkülönöm, tesó, egy izébe, gyertek a mi szállásunkra, vagy az én szállásomra jövőre. Azt kell. Amúgy én azt adom. És ott egy Káosz TV forgatást a kertbe is megrendezünk. Külön kiadást csinálni. Összekötve egy filmesztelen teszkózással. El akartam menni egy filmesztelen teszkózást, amúgy illene bekötni amúgy. Ja, csak nem nekünk félmeztelenül, hanem a Gabónak. Nem, hát mi? Meg aki ki van gyúrva. Hát, idén nagyon sokan voltak, szerintem én ezren voltak. Jövőre szoldátosra akarom csinálni az egész Tesco-t, úgyhogy már rákészülünk nagyon keményen. Ez mi az a szoldátosra az egész, hogy mindent megvegyenek a Tesco-ból? Hát tele legyen a Tesco, hogy egy négyzetméterre akarok tenni három ember. Félmeztelenül. De neked volt most saját táblád amúgy. Igen. Kim voltál? Ott volt egy Tesco-ban egy ilyen, ilyen bábút, nem? Amúgy fizetni nem fizettek semmit. Volt egy kurva jó Insta-sztorid, nem tudom, emlékszel rá, én emlékszem, mert arra keltem én fel másnap,
hogy néztem, hogy bementél a spórolósba. Tényleg. És a szekus rád feszült, hogy nem vették kosarat, és visszaküldöttem. Emlékszel? Az nem tavaly volt? Ez most volt, most volt. Várj, melyik is? A CBA-ban. Most már mindent végigmondtunk, úgyhogy nyugodtan mondjuk meg, hogy ki ez is. Volt a sarkon, nem? Ott igen, igen. Igen. Ja. Nem tudom. Szólt a bácsi, kötelező a kosár. De instasztorista, és ott szenvedte, így fújtattál, de még ilyen reggel volt. Nem tudom, hogy miért a izébe, mert mezitláb mentem. Igen. Viszont te, Kristóf, készülsz egy lemezzel, hogyha jól tudom. Hát nagyon jól értesültél, bár nehéz volt elkerülni, azt gondolom. Mindenhonnan ez folyik, igen. Mindenhonnan ez folyik, igen. Nekem ez lesz most az első nagy zenei lemezem, legelső, ami egyébként érdekes, mert egyébként ez nem lemezként indult, hanem nyilván tudod, meg tudják, aki követ, hogy ugye nagyon sok zenei tartalmat csinálok a saját TikTokomra, ami... És én imádom, tesó. Gabu az nagyon szerint. Imádom a repét, az MC-ist is repét, imádom nagyon. Nagyon jól is ment. Igen, és akkor most ugye elkezdődött az iskola, és akkor mindig szoktam nagyon sok esetben tematikus dolgokat csinálni, abból zenéket írni, meg minden, és akkor nem kiraktam az első ilyen egy-két videót, ami ilyen, az egyik az irodalom volt, meg matek, meg ilyen, mikor elkezdődik a suli. És pár nap alatt, meg pár óra alatt olyan 100 000-es megtekintéseket generált, meg több 10 000 lájkot, meg lementést, hogy meg annyian kommenteltek, hogy Spotify-n elérhető a zene, meg minden, hogy így kapcsoltam egyet, és azt mondtam, hogy jó, akkor most írok egy másfél hónap alatt egy teljes nagy lemez, 10-12 számmal, és akkor tematikusan felépítem, hogy a ennek iskola lesz a címe, és akkor a dalok azok a tantárgyakról kapták a nevüket, úgyhogy most ezen dolgozok, igen, most már itt eléggé finishben van a történet, mert jövő héten le kell adni, sőt az első dalt, ami megjelenik október 15-én, nem tudom, hogy ez mikor kerül ki adásba. Ez később, úgyhogy már megjelent. Akkor már megjelent, igen, ugye az első, és ugye hallgassátok, már megjelent. Akkor viszont hallgassátok, igen, és ugye október 30-án megérkezik a teljes lemez, úgyhogy nagyon várom, mert nem produkáltam még zenémmel ekkora számokat és eléréseket. Volt már hál' Istennek nagy elérésem zenékkel, meg átdolgozásokkal, de így, hogy saját szöveggel, saját koncepcióval, hogy minden saját, és csak én csinálom egyedül, ilyen még nem volt, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon új dolog, és nagyon élvezem, úgyhogy kurvára várom, hogy kin legyen, úgyhogy... Várjuk, mi is. Itt a link. És itt is itt van a link. És Gabókám, neked hogy megy a DJ-zés? Tehát, hogy a nyáron is viszonylag sokat jártál fellépni, most így, most már ősz van, most is mész klubozni, nem? Tehát, hogy ez így teljesen főállás lett, és most már DJ Pumped Gabó van? Igen, tesó, én nagyon szeretem egyébként, és nagyon sok bulim van, úgyhogy nagyon örülök, hogy megyek mindenfelé az ország szerte, és jó bulikat csinálunk, de szeretnék ebbe fejlődni, mert most már igazából körbementem az egész országot, és most még egyszer körbeny az egész országot, aztán még egyszer. Ez ilyen? Azért az fárasztó, úgyhogy szeretnék külföldre menni majd úgy, hogy tényleg? A zenéket csinálni. Csak úgy elég nehéz tudod, hogy jársz is mindig, és csinálni. És közben meg zenéket is csinálni, tesó. Azért az nehéz, úgyhogy szerintem fölveszem majd valakikkel a kapcsolatot. Egyébként azt Stadio Mixet gondoltam, mert ők elég jók ebbe. Otthon, hogy csinálnak majd nekem zenéket. Gabó, csinálj az egyik dalomból egy remixet az albumról. Tesó, amúgy, hogyha vannak ilyen dallamosabbak, abból lehet hashtag remixet csinálni. Ja, hát azért MC-sistből. Mondja azt. Amúgy, tesó, esküszöm neked az MC-st, be kéne hívnod amúgy egy adásba. Hogy tényleg jó lenne. Igen? És arra akkor a Gabóval beülünk. Akkor ti ketten plusz az Isti. Az geci nagy lenne, tesó. Igen. De az a baj, őszinte leszek veletek. Nem biztos, hogy kompatibilisek lennénk. Nem biztos, de biztos, hogy szórakoztatókban nem érjük. Nem, csak azt értem, hogy én látom ezt a jelenséget, látom, hogy a fiatalok is szeretik, Káosz TV-ben is mondják, de hogy róla úgy mit kell tudni? Mert hogy én nem értem ezt Miskolci, a csávot. Miskolci vagy? Miskolci, és én már akkor követtem, tesó, amikor még senki nem követte. Én már akkor láttam benne egyébként, hogy potenciált. Úgy indult. Én nem tudom, te mikor láttad, én úgy láttam őt először, hogy először nem ő rakta ki, nem az ő videóját láttam, hanem ilyen lementéseket, meg ilyen, amit tovább posztoltak. YouTube-ra, de olyanokat, csinált. Hogy van a török, a Szelim Edgár, vagy valami, velük bífelt mindig, aha. És akkor így, ők egymást így bífelték, netem vagy. Meg a Norbert Stúval. Norbert Stúval, igen. Ellenségei. Nekem ők a fejben van neki csak az ellenség, nem, vagy amúgy is? Várjál, de nekem a legjobbat, akkor nevettem. Képzeletbeli barátok. Hát ja, van olyan, aki mondjuk így. Várjál, én tudod, mi nem ezt a legjobbat, nem? Sok olyanról hallottunk már. Van egy ellensége, a török, akivel bífel, és milyen érdekes, hogy, de várjál, hogy török a neve, és Egerbe lakik.
Azt a mindenség. Ő ott marad. Ő most marad. De ő is egy rapper? Tehát ezek nem, rap... nem rapperek. Ezek a sima emberek. Ó, nem, nem, ez egy, azt nem tudod megfogalmazni. Ugye? Igen, nem. De Rugós Bekinél lemaradtam, ugye, hát, picit őszintén. Na mindegy, és akkor ez, az MC is egyébként úgy indult, hogy emlékszem, hogy a hűtőjét kamarázta, hogy ennyi kajam, van benne, meg kólák. Kettes koka. Hogy két és fél literes, ugye Norbert Stúnak nincs, és akkor, ja, és akkor így beírjátok egy MC Isti a TikTokra, és ott meglátjátok. Igen, úgyhogy itt is az MC Istinek a linkje, kövessétek be. Iratkozzatok fel, és utaljatok neki. Küldjetek neki így legalább neki, 500 forintot. De neki utalni is kell, meg én mindig, én csak ilyeneket mindig látok, de ez a Dancsó videóiból, hogy nem tudom, külföldön van, tengerparton van, de közben amúgy kéreget, szóval, hogy... De csak most azt csinálja, hogy a, földön van, hogy a követőitől két pénzt, hogy kimehessen külföldre, igen? És ő neki küldözgetnek ilyen pár ezer forintokat, és ő abból tesó elindult Spanyolországba, vágod. Most úgy indult, hogy azt hiszem először Olaszba, aztán volt Németország, Svájc, most én, azt, most én ott ragadtam le az utolsó videó, hogy Barcelonába volt. Ja. Ön azt hiszem ott volt, és akkor nem, most evett egy 32 négyzetmétert. Mondta a követőnek, hogy ha küldenek neki pénzt, akkor eszik. Ha meg nem, akkor meg nem. Ja, és így, de nekem az a kedvenc, amikor... Ki van centizve a csávó, rendesen? Már. Meg mikor izé fenyegeti a nézőket, hogy jó, hát ha nem utaltak, akkor nem lesz jó tartalom, vagy valami ilyesmit mondom. Hát gyerekek, én ennek picit belásom magam, még az is lehet, hogy MC Istit meghívom, akkor tényleg a podcast stúdióban. Mindig szelfibottal szokott. A Bekével, Rugós Bekével. Hoztam nektek egy olyan, én hoztam nektek egy olyan témát, egyébként több témát itt felírtam magamnak, és most ugrottam egyet, mert voltam fodrásznál. Azt mondta nekem a Kati, hogy nem meglepő az, hogy a mai fiatalok, meg a mai generáció nem akar egyáltalán szülővé válni és gyereket vállalni. Ti erről hogy gondolkoztok? Én egyetértek a Katival, mert... De így, nem is ismeretlenül is. Igen, egyetértek a Katival, mert amúgy meg nagyon... Tehát az a baj szerintem, amikor már hirtelen csinálnak gyereket, tesóm, ilyen... A kényszerből. Igen, ilyen 20 évesen, vagy, 10, vagy van, akik fiatalabban is, és tehát aki még 20 éves, az igazából még gyerek. Hát ez biztos. Igen, sokan minél, azért kattannak be. Minél amúgy tovább gyerek tudsz maradni, szerintem annál jobb, meg annyi mindent lehet felfedezni ebbe a világba, hogy én se csinálnék gyereket. Na jó, de csak az, én például most bennem az van, hogy én 27 vagyok, közelítek a 30 felé, és már egy ilyen nyomást, nem is feltétlenül a családomtól, hanem úgy a társadalomtól úgy érzek, hogy hú, 30 körül már amúgy jó lenne, ha apuka lennél, de mondjuk 35-ig bezárólag ez nem, szuper lenne. Ez a baj, hogy ez nyomásként, szerintem ez egy baj, hogy ez nyomásként tud nehezedni emberekre, amit megértek, de ez az a baj, hogy ami nem egy jó dolog, mert ilyenkor szoktak szerintem sokan abban a hibába belecsúszni, hogy azt gondolják, hogy nyomás. Van egy barátnőm most, és akkor na, mikor jön a gyerek? Tehát, hogy mi, tényleg. Ő mondja? Egyébként a barátnőm is már azt mondja, hogy ő már lett. Meg ő 24 lett most. Aha. De ez a fura, 24. ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy, és ezt amúgy az összes barátnőmnél tapasztaltam sokkal korábban is, hogy a csajokba ez valamiért, hát ha szerelmesek, vagy ami tök szép, meg tök jó, de ha szerelmesek, vagy nagyon szeretik a párjukat, akkor valahogy ez nagyon korán már fél év, egy év után ott van bennük, és nagyon fiatalon. Tehát ők szerintem amúgy többnyire a többség fiatal anyuka akar lenni, mert van benne ilyen trendiség, hogy... Ha meg tesó, meg jó majd neked a szekér, majd azt akarja, hogy akkor szakítotok, azt majd te pénzre. Nézd meg egy nőt, ha kapcsolatban is vagy sokkal mondjuk fiatalon van, már tinédzserként, a nők sokkal gondoskodóbbak, érted? Ja. Ha volt nekem hát is tinédzser voltam, volt egy nőm, csinált nekem már akkor reggelit, vagy főzött, és sokkal inkább a nők anyáskodóbbak, igen. Ja. Tehát, te teljesen máshogy, és a nőkben szerintem ez emiatt sokkal hamarabb jön elő ez a dolog. Minél intelligensebb valaki, annál kevésbé csinál gyereket fiatalkorban, és viszont az alacsonyabb társadalmi réteg, az meg csak csinálja a gyereket. Igen, az megint egy másik kérdés, csak hogy most itt kifejezetten magunkról gondolkozok, mert hogy például amikor nem volt barátnő, mondjuk volt egy másfél éves időszak, amikor nem volt, csajozgattam, kicsit depis is voltam, akkor azt gondoltam, akkor tudod, tipikusan van ez a gondolkozás, hogy hú, erre a világra minek gyerek, háború van, el fog fogyni a víz, a nem tudom, műanyag szennyezés, mit tudom én, és akkor ez van menet, hogy na, erre a világra nem. De közben ez meg egy hülyeség, mert amikor, mit tudom, második világháború volt, akkor is mennyi gyerek lett. Amúgy bennem volt az, ezelőtt egy-két éve, hogy amúgy én nem akarok gyereket, és el vagyok. Most sem tudom azt mondani feltétlenül, hogy akarok, bocs, Nikó, de most sem tudom azt mondani feltétlenül még, hogy akarok, már mint így 27 évesen, de nem tudom, hogy mikor fogok erre megérni. Egy barátom, aki 40 éves, és most lett gyereke. És azt mondta, hogy ő annyira örül, hogy most lett neki, és lehetett volna hamarabb is, és most vett egy M6-os BMW-t még egy pár évvel ezelőtt.
meg beótisztatta az E30-as BMW-t. Én azt gondolom, hogy egyébként, amikor na valakinek nagyon fiatalon van gyereke, nyilván nincs azzal probléma. Tehát, hogy mindenki más, azért vagyunk ugye emberek, de ezért szerintem sok embernél át be tud kattanni, amikor mondjuk fiatalon van egy gyerek, ami egy kurva nagy felelősség. Még egy egyedül vagy, meg minden, ott csak te vagy, érted? Ja. Tehát ott nincs, de amikor már van ott egy élet, amit neked most évtizedekig felelősséggel kell nevelni minden, közben meg azt látod, hogy mondjuk most én is itt vagyok ennyi idősen, és az, hogy itt egy gyerek, hát érted? De pedig őszben van olyan évfolyam társa még sulikból, akinek már két gyereke van. És tegnap láttam a Facebookon egy régi osztálytársamnak gyereke van. Belegondolok az ő helyzetébe, érted, hogy nyilván az is jó, meg biztos, hogy boldog meg izé, de hogy érted, egy csomó olyan dologról azért szerintem le is tudsz maradni, amit viszont ebbe a korba kell megélni. Az a fajta szórakozás, meg az, tehát az teljesen megváltozik. Más. Érted? Tehát, hogy tök más. Amit te mondtál, Gabó, igen, kb. Szerintem egy férfinak szinte bármikor lehet gyereke. Most, hogyha nem tudom, 80 éves, akkor lehet, hogy nem biológiailag, de mondjuk szerintem simán vannak még ilyen 50-es apukák, akármit, 60-as apukák is, viszont egy nőnek nem mindegy. És mi van akkor, hogyha te együtt vagy mondjuk a pároddal, igen, az egyik fél, most legyen az fiú vagy lány, tök mindegy, az egyik fél már nagyon akar, vagy férfi és nő, egyik fél már nagyon akar gyereket, te még nem, mert mondjuk te férfiként úgy érzed, hogy ezt még te tudod legalább, hány éves vagyok, 10 évig minimum ezt még tudom húzni, ha most így tetszik, de ő már nem biztos, hogy akarja, vagy tudja, és emiatt mentek szét, pedig közben nagy szerelem, jó szerelem. Amikor tudod, mondjuk friss házasok, meg minden, és tudod, a gyerek még 1-2 éves, kérted, még azt se tudja, hogy mi merre, hány méter, hogy a világon van, és már elválnak. Gabó, szeretnél gyereket? Persze. Azt tudod mondani, hogy mondjuk 5-10 éven belül szeretnél? Te mi egy idős? Te 95-ös vagy. Én is 27 éves vagyok. Én tesó, én 35 és 40 között. 35 és 40. Aha. És mi van akkor, hogyha a párod azt mondja, hogy Gabó, nem tudom, ez nekem már késő. Lesz a párja. Akkor nem lesz a Gabótól gyereke. De szóval, hogy akarsz, tehát, hogy nincs benned az, hogy mert neked amúgy is egy ilyen nagyon nagy környezet, mármint, hogy a környezetedre felelős vagy, meg beleállsz ilyen dolgokba. Figyelj, ugyanez, amit az előbb beszéltünk, hogyha nekem gyerekem lesz, én nagyon jól akarom nevelni. Mert nekem is elváltak a szüleim, és rossz volt azt. És igen, olyankor, az ember 0-7 éves korig veszi fel magába a programjait. Tehát addig formálódik legerősebben a személyisége, és hogyha negatív környezetben van, akkor az örök életében benne marad. Igen. Akinek így elválnak a szülei, meg főleg rosszul, meg sok stresszel jár, már gyerekfejér is, meg minden. Azok megfogadják, hogy én biztos olyan fogok. Sokkal inkább tudatosabban pályáznak arra rá, hogyha nekik lesz gyerekük, akkor ott minden steril patika legyen. Hát csak ebben közben tudsz szólni az élet, tudod, ez a baj. Jó, hát nyilván. De most nem úgy kezded el, hogy arra számítasz, hogy rossz vagy, közbeszól az életért. Tehát, hanem te arra törekedsz. Akarsz gyereket, vagy nem? Én szeretnék, igen, de hát... De hány év múlva? Hát én fiatalabb vagyok nálatok 3 évvel. Jó, igen, te most 24 vagy. Igen, tehát... Még pava. Én nem, csak hogy kíváncsi vagyok, hogy mi van a fejedben. Hát figyelj, nem gondolkoztam még így ezen, de most ha mondani kéne, akkor egyébként én is ezt a 35-40 közé satszolnám be. Köbör. Én amikor ezt bemondom, hogy 35-40, de bármelyik barátnőmnek bemondtam, hogy bármilyen nagy szerelem volt, kiakadnak a 35-40-en amúgy. Meg ezt szerintem már tolódott. Kiakad, de kérlek, ezzel mindig kiakadnak szerintem amúgy. Szerintem ez már tolódott. Pedig bennem, igen. Nagyon sokat. De minden korszakban volt olyan dolog, ami nem volt helyes a világban. Most ja, tök nyilván, mindegy, igen, hogy háborúról beszélünk, vagy éhezésről. Vagy valaha éltünk. Egyébként igen. És ezt te is szoktad mondani. Fölkapcsolod a villanyt, meg meleg vízbe fürdesz. Van kaja. Egész világot látod egy ilyenről. Ja, egy interneten. Van internet. Igen, ezt... Van tető a fejed fölött, igen. Jó, mindenki szeretne akkor gyereket, oké, viszont van itt egy téma, ami kapcsolódik ehhez, és ezért is akartam ezt bedobni, és most itt a mikroműanyagokról egyre többet hallani, nem tudom, hogy ti mennyire láttátok most az utóbbi időkben, volt talán erre egy influencer kampány is amúgy, hogy egy Majka is kitette, Curtis, ezek amúgy ilyen edukáció hashtaggel, de hogy valószínű, hogy gondolom ezek ilyen... baromság az egész. Fizetett hirdetések, na várják a bokám. Csak hogy az van, hogy most ez most én ezt... A Balázs beszélt róla a reggeli rádióban, aztán többen is átvették, aztán kitett a Pápa Jóci, és azt mondja, hogy gyerekek, hát nagyon sok műanyag van ebbe, amúgy nagyon fajnok, és azt mondja, ne igyatok műanyagból. Te sok bemész a Tesco-ba, nem tudsz venni vizet nem műanyagból. Na pont, igen, na pont ez... Tehát nincs üveges víz eladó, igen. Most tudsz venni azt. Na pont, azt, várjátok, hogy... Az a vossz vizet tudsz venni, tesó, 2000 ér egy liter vossz vizet tudsz venni, most akkor vegyem neki. Jó, mondjuk megveszel, de tudom, megveszel, újra hasznosítható, mert nyilván lehet... Csak vizet megtöltött, tudod. Nyilván lehet... Végig töltögeted. Nyilván lehet azt is, hogy veszel üvegpalackot, de én nekem
vagy van a barátomnak egy ilyen üvegpalacka, de annak a teteje, amiből iszol, az is műanyag. Érted? Tehát, hogy az, igen, tehát, hogy... a felvetés ugye az, hogy most ez a mikroműanyag most már mindenhol ott van, most már aztán már felhőket is vizsgáltak, már ott mit tudom én, hány de ezer méter magasan ott van. A felhőben? Itt is, a felhőben is, most már olvastam. Itt is itt van, bennünk van a tüdőnkön, és a szívünkön, mindenhol. Egy bankkártya méretű műanyag levegőből lesz a szervezetedbe egy élet alatt. Igen. Tehát most... az még nem olyan vészes. Nálam, meg... az élelmiszer, de az a régi, élelmiszerben mindenben benne van. Bármit, és hogy ezt most azt mondják, hogy nagyon, így megkongatták ezt a vészharangot, hogy nagyon-nagyon veszélyes az elvileg, de most, én ezt ugye? Őszintén, igen, de én őszintén, oké, hogy műanyag szennyezés van, arról hallottam, de ez a mikroműanyag szennyezés, most hallottam igen. Először egy pár hete, vagy max. Egy hónapja, és nyilván amiatt, mert hogy elkezdték nagyon sokan. Tehát, hogy szerintetek ez most egy ilyen következő, mik voltak ezek a nagy aszpartánmentes időszak, most hogy most mindenki ilyen, elfogadja a pénzt, és végülis egy jó ügy mellé is áll, vagy pedig ez tényleg komolyan kell venni. Nekem ez ilyen, inkább, kicsit inkább ilyen szagú. Ja, nekem elhiszem, hogy káros. Nincsen, mert ez sokkal olcsóbb, mint hogyha üvegpalackba tennék a vizet. Hát az biztos. Most, hogyha üvegpalackba kéne tenni, akkor sokkal drágább lenne az előállítása. Egyébként jó lenne. Hát de nekem ez az aszpartán és mentesség is, ez bullshit, de hogy érted? De csak azért, mert minket nem kértek fel. Amúgy, ja. Nem az, kettesi, már te is azt mondod, hogy nagyon fontos. Amúgy nincs benne. De kettesi, de nem az, de hogy 200 forint. Elkezdték ezt tolni, mint az 2000. állat, de hogy amúgy a Coca-Cola 100 éve létezik, érted? Szóval, hogy most akkor a elmúlt 100 évben... Most ott találtak valamit, amire egy tök jó marketing stratégiát felhúztak, de szerintem ja. Is egy hülyeség, hogy ezt ennyire tudtok. Ez olyan, mint a Zero Cola, bocs, az édesítőszer az amúgy károsabb, mint a cukor, nem? Persze. Meg azt, sokkal, amiben azért... nincs aszpartam, azt abba glükóz. Fajta cukor, és az is egyébként nagyon én rossz. Én például... Azzal nem tudsz olyan jól manifestálni, vágod azzal a fajtával, mert az leblokkolja... A glükózzal? Igen, igen, az úgy leblokkolja... Miért cukorra blokkat. Jobban tudsz manifestálni? Hát az meg nagyon rákkettő. Tehát igazából egyik se jó amúgy annyira. Amúgy akkor nem iszol ilyet, érted? Hát igen, ennyire vele amúgy igen. De olyan finom, érted? Nem tudsz mit csinálni. Ja, amúgy az a baj nekem, ezt már veled szoktuk beszélni, hogy egyszerűen az van, hogy... A káros dolgok a finomak mindig, hát, nem? Nyilván, de most nem az, de hogy ebédhez, napközben, a főételhez, én nem tudom, én nekem mindig meg kell inni egy jéghideg dobozos kólát. Fét csapatni a kaját. Apám is nekem ezt tudta. Csak az csapatja szét, nem? Tehát, hogy én ebéd mellé nem tudok évek óta mondjuk egy pohár vizet inni, biztos, hogy ezt majd megfogja valaki kommentben. Szóval nincs, akkor mit kitöröd a hisztit? Ja, hát egyből le kell rohanni a legközelebbi benzinkútra, hát veszek, hát bárhova. Veszek, de hogy én minden ebéd mellé, én egy nagyon egy fasza hideg dobozos kólát, én meg szoktam inni. Elpiszented mi? És ja. Akkor ja, de amúgy én nem iszok üdítőket, nagyon ritkán iszok, hogy na így. Persze. De nem, én tényleg nem szoktam, én napközben mondjuk én 3-4 liter vizet, én stabilan iszok nyáron, meg 5-6-ot. Tehát, hogy amúgy és én abban is ott a mikroműanyag, hát ja. Az üvegpalackokban azt mondják. Ja, de akkor most be lehet szólni, érted, mondjuk a fesztiválokon is mondjuk a hogy a visszaváltató pohár, hát akkor az is műanyag érted. Tehát, igen. Hogy akkor itt most már üti egy csomó dolog egymást. Nekem. Szomhívok a tejjel. Adódik a kérdés ebből, hogy... Most mondjátok, hogy nem beszélek. Te, igen, te mint kisember, átlagember... Beszélj a saját nevedbe, te só. Én bocs. Tehát ti mind nagy emberek, én mint kisember. De hogy nem tényleg, hogy egyénenként... Ér az valamit szerintetek, hogy a szelektíven gyűjtöd a hulladékot, hogyha nem tudom, hogyha nem pazarolsz, hogyha nem dobsz kételt, hogyha mindig ugyanazt az acskót viszed vásárolni, ér? Tehát, hogy vannak olyan felfogások, és talán pont a Balázs is ezt mondta egyszer, hogy amúgy ez a felfogás szerinte nem ér semmit, hanem inkább a multicégeknek és világviszonylatban politikailag kellene így dönteni. Ja. Tehát ők meg nem fognak, mert nyilván ott meg a profitorientáltság, hogy nyilván minél olcsóbb, akkor azzal fogok gyártani. És ők tesó, az az 1%, akik miatt mi esszük a műanyagot, ők biztos, hogy boss vizet isznak. Hát valószínű, üvegből. Üvegből. És olyat is hallottam, hogy ez a nagyon sok én újrahasznosítom egyébként nálunk, mindig van újrahasznosított kuka otthon, és én mindig abba dobom a műanyagot, meg a papírt, meg a fémet, azt külön gyűjtöm. Már évek óta. És hallottam egy olyat, hogy elvileg ezeket föl se tudják teljesen használni, igen. És szegényebb országoknak adják el, mint nyersanyag. Nem tudják, tehát az a baj vele, hogy nem tudják újrahasznosítani ugye a műanyagot, és több 100 millió, vagy azt talán már valahol olvastam, hogy talán 1 millió év is, hogyha hogy leboljon egy műanyag. Nem tudom, láttátok, az Afrikában van, Kenya, vagy nem tudom hol. Oda adják el? Nem, hanem van egy ilyen műanyag égető, és ott laknak emberek. Azt. Nagyon kevés életet élnek amúgy. Ilyen, ott élnek, és abban a füstben, és ott égetik el azt a műanyagot. Így láttam, volt ilyen riport róla,
És vannak emberek ott, akik kajak a szemétbe élnek ott, abból van a háza, és mellette pár kiló, vagy pár száz méterre égetik el a sok szemetet műanyagot, brutális, amúgy keressetek rá. Annyira, ilyenkor jössz rám, hogy tényleg, hogy milyen jó helyen élünk. Igen, és hogyha olyan meggyalánkoztató sorsok vannak ott, tudod, hogy akkor átgondol. És akkor ilyenkor szoktam arra gondolni, most témához kapcsolódó, hogy beszélünk mi is mondjuk, hogy mikroműanyag, ne így el vízből, és akkor ilyenkor meg azt mondom, hogy tehát, hogy legyen ez a legnagyobb bajunk. Nem, tehát, hogy azt gondolom, hogy ennél lehetne sokkal rosszabb is, mint hogy ilyen, tehát, mint ez. Ez facts. Ez igen. Majd küld már át. Átdobom. Ja, amúgy igen. Igen, erre én is kíváncsi vagyok. Palacból épített kunyhóból laknak, meg ilyesmi. Ez egy ilyen ilyen nagyon durván néz ki, de egy olyan, mint egy ilyen horror. Ilyen igló lenne, nem? Ilyen horrort nézni. Szent király is igló. Brutál. De valami úgy, tehát, hogy nem is élnek ott sokáig, de olyan mély szegénység van ott, hogy ott nincs választások, és ott élnek a szemét dombon. Nagyon durva. És mellette égetik el azt a rengeteg szemetet. De mennyire káros lehet gondolni. Tényleg megmutatom majd a végén végeztünk. Ti amúgy saját életetekben mit tesztek meg a környezetvédelemért, és akár azért, hogy ne kerüljön több műanyag a természetbe, tehát ti mire figyeltek oda? A multiknak kéne valamit csinálni egyébként, igen. Meg a kormányoknak. Hát az a fő probléma, igen. Hát, mert ugyanúgy edukálnák az embereket, mint amikor volt a Covid és a maszkot föl kellett venni, meg ilyenek, ugyanúgy edukálnák őket ezekre a környezetvédelmi dolgokra, akkor az sokkal hatásosabb lenne. Meg van ez a Greenpeace-nek van egy olyan akciója, hogy ők szeretnék elérni azt, hogy ezek a palackok, ezek visszaválthatós PET palackok legyenek. Rosszmanban volt, most nyáron volt, és akkor az a lényege, hogy így berakod a dezodort, és újra tölti. Tehát, hogy nem veszel mindig új dezodort, hanem ott egy gép, azt ott egy érintő képernyő, berakod, belenyomja, azt viszed haza. És ott volt az önfőző sör az egyik fesztivál, meg mi volt, hogy lecsapolja magát? Az önlecsapolás, hát az nem olyan, hogy az önmagát csapolta a söröket. Önmagát csapolta az a sör. De hogy ez olyan, hogy ez is ilyen nyilván környezet tudatosságtól, de ez tényleg most volt, ez nem is pont, hogy te nem láttad, az fura. Ez most a rossz mama volt, és ez egy magyar srácok csinálták ketten fejlesztés. Ez nagyon menő. Hogy a magyarok nagyon pengék. Nagyon tudják. Karikó Katalin most kapott Nobel-díjat. Ja, meg az a másik csávó is. Igen. Azt nem tudom, hogy hívják. Sírtenet én se. Ja, viszont az ciki volt, és akkor ez egy másik téma, de az tényleg... Magyarok egyből azt kérdezték, hogy mennyi pénzt kap. Hát, hogy egyből a pénz, és azt, hogy nem azt, hogy ürülünk, hanem... A kommentekben hogy szétoltották a Katalint amúgy. Tényleg? Aha, ja. De ne. Ilyen tömegpusztító, meg ilyenek, olyan fasságokat írtak amúgy. Azta. NPC-k. Tudnak azokat írni. Gabó, viszont te egyébként foglalkozol ezzel a környezetvédelemmel, a Greenpeace-szel is talán van együttműködésed, tehát hogy neked ez szívügyed. Ja. Mi a legnagyobb sikered azóta, amióta ezt elkezdted egy pár éve, így hirdetni is, közvetíteni, hogy mi a legnagyobb sikered szerinted neked onnan? Mert most a múltkor is kiraktál valamit, hogy szavazni lehet, hogy milyen újítások legyenek, vagy milyen környezet. Tehát hogy mik, most nem akarom így a szádba adni, mik a... Figyelj, tesó, például amikor a fertőtóval az volt az első nagyobb akcióm, és képzeld el, hogy a bíróságon folyamatosan pert nyer a Greenpeace a fertőtavi beruházás ellen. Le is állt az építés. Igen, tehát az nem valószínű, hogy nem biztos, hogy meg fog, vagy kés, vagy nem tudom, de úgy tűnik, hogy nem fog megvalósulni. És ez nagyon jó egyébként. De még most nyáron volt például ez a csigamentés igazából. Azt látom, az is jó volt. Tesó, esett az eső, és fölvettem egy csigamentő akció. Hazavittem, és megetettem a mamával. Meg is etetted? Aha, Azt nem tudtam. És azóta a tesó jelölgetnek meg mindig Instastory-ba, hogy így fölteszi az ember, hogy megy az utcán, és így fölvesz egy csigát, és odébb rakosgatja. Igen, ami a legviccesebb, hogy ezt a témát én esküszöm, mert biztos meg fogjuk kapni. Ezt a témát amúgy most tényleg magamtól hoztam be, és nem fizetett ezért senki. Sajnos a mai világban már úgy működik, hogy nagy elérésű embereknek nyilván fizetni kell azért, hogy posztoljanak egy ilyet, vagy beszéljenek erről, de szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ha ennyire nagy a veszély tényleg, akkor erre figyeljünk oda, amúgy egyébként. Szerintem ilyen alapvető emberi. Hát, ja. Szerintem, hogy nem mindenkibe van benne, de most, hogyha valakiben benne van, mondjuk a Gabó esetében is, és ez egy szerencsésen párosul azzal, hogy ennyien követik, és ennyi embert elér, és tud egy ilyet, ő önmagától egy ilyen hullámot elérni, az egy nagyon pozitív dolog, igen. Azt gondolom. Ja, edukálni kell a fiatalokat, tesó. Az egy nagyon pozitív dolog. Meg a Gabó ebben jó, mert a Gabóra a fiatalok nagyon követik így, érted? Ja. De hogy egyébként meg lehet érted, hogyha mondjuk ez is érdekes szerintem, mert mondjuk ha lehet te kiraknád, vagy mondjuk te, lehet, hogy ott nem tudna olyat generálni. Hiába akarsz, hogy ott nem biztos, hogy érted, de hogy a Gabónak azt, amikor kirakta, az úgy sült el az a sztori is, érted, hogy olyan jó pofa volt, emlékszem én is, hogy beszéltél hozzá, meg kiraktad, hogy tényleg megetetted, meg minden, hogy tudod, hogy ilyen nagyon jól álltak ott a csillagok, meg minden, de hogyha
Tehát, hogy nem biztos, hogyha mondjuk most mi kiraknánk Insta Story után, akkor lehet, hogy... De biztos, te de szerintem is. Én kirakom, én látok egy csigát, én megetetem, és arrébb teszem. Cső. És betakargatom. És betakargatom, és puszit adok neki este. És mondom, hogy jó éjszakát, kisfiam, úgyse lesz gyerekem, tudod. Nem akarok gyereket. Ja. Amúgy nagyon jó érzés állatokat megetetni. Ja. Amúgy az... Te teknősöket szoktál, nem? Igen. Igen? Nagyon. Teknős. De hogy? Szólt a lász. A barátnő még van. Teknős. Ja. Oh. Hát, bemegy az állatkertbe, és így néha így odaad egy nem ilyen... Nem csak, hanem nagyon, tudod, hogy... Levelet. Már tök, amúgy nem gondolja az ember, levelet. Tudod, hogy így, hogy ő megjegyez, tudod, hogy oda viszed neki a salit. De mondja, hogy csá, Kristóf, jó vagy! Tudja, hogy ilyen... Kicsit vágott te ajadból. Nem meg... És mondom, hogy jaj, jövök már Miskovicssal podcastelni. De jó, én nagyon szeretem. De mi az, hogy megismer a teknős? Ne haragudj, hogy ismer meg egy teknős? Érzem azt, miből hogy... érzed azt, hogy megismertek? Rád mosolyog vagy. Mert ugye egy kutyánál elhiszem, hogy megismer. Kacsi? Nem úgy tudnak kacsi. Nem, hanem én érzem ott a jelenlétemet, meg az ő jelenléte, hogy itt találkozik az, amikor adok neki. A lelketek lehet, hogy találkozik. Csak a kaja érdekel. De nem lehet, hogy ez az a teknős, ami TikTokon is van, hogy a fekete cipőkre rámegy, és hogy appolt, csak a fekete cipő, fekete dolgok, izomban rámegy, és mindig azt érzed, hogy így fáj már, tudod, a csipcsontom. A teknősök amúgy a világ egyik legcukibb állata. Ők tényleg cukik, nagyon is volt. Ja. Kurva aranyosak. Na jó, skacok, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és szerintem tök jó volt, hogy Kati már eszembe jutott ezt a témát, tényleg, mert egy ilyen influenceres témát akartam, ami amúgy jó, meg érdekes, hogy egyetemen fogják tanítani az influencer szakmát. Ja, ez is tök... láttam valamelyik országban. Igen, na, mondom neked cím, mindjárt, melyik országban. Hát az nem jó, ne gyártsák ki a izéinkat. Ja, kontentjeinket. De ez szerintem, erre most már nem lesz idő, szerintem, hogy tök jól beszélgettünk, és tök hasznos is volt, informatív is volt. Nagyon jól ütköztettük, vagy éppen egyetértettük véleményekben. Kristófi sokat beszélt végre, ja. Igen, úgyhogy ezt nem kapjuk meg. Úgyhogy minden szuper volt. Biztos, mondom, Ír Egyetem Kállóban, ott van Műszaki Egyetemen. Köszi, hogy néztetek, szavaztok, találkozunk legközelebb is, kövi részben. Puszi, mindenkit kövessetek. Köszi, hogy néztetek. Hallgassátok a Kristófnak a zenét. Hallgassátok a Kristófnak az albumát, így van. Gabónak figyeljetek oda, hogy mikor dolgozik együtt a Greenpeace-szel például. És én nekem meg nagyon kell vécére mennem, úgyhogy megyek, szavaztok.